Az ígéret. Hey, sheriff! Rendes magától, hogy csak így elvisz engem Folsomba. Jól van, most már fogja be. Én csak csevegni próbálok. Hallgasson ide, Tét. Két napi lovaglásra vagyunk még Folsomtól. Senkit nem fog érdekelni, ha megsérül. Gyerünk! Gyerünk! Oldozzá! El sem hiszem, hogy azt hitték, ketten elbánnak velem. Tűnjünk el innen! Jacob, járjon az a vasvilla, a ló nem eteti meg magát. Csínyán azzal a vasvillával, fiatal úr. Néha a nagy igyekezet lassít le minket igazán. A vacsora elkészült, Matt. Rendben, ezt befejezzük. Aztán mossatok kezet. Asszonyom? Sheriff? Jacob, menj be és teríts meg nekünk! Mi az? A délfiúk megint szétlőtték az ivót? Nem, Eli Tate és Johnny Hogan visszajött. Menj be, Gail! Eli Tate életfogytot kapott Folsomban. Hogan felbukkant az odaúton. Jó magam is megtudtam, mikor Ben Perkins azzal rontott a sheriff irodájába, hogy Eli csirkét lopott a ketreceiből. A fiúk a régi bánya bejáratánál vertek tábort. Ben utánuk akart menni egy puskával, de inkább segítséget hívott. Ezért van még életben. Írja Marshallnak, a szökés az ő hatásköre. Már írtam. Küldenek pár fiút Sacramentóból, de csak holnap utánra érnek ide. Tét és Hogan addigra már úton lesz. Majd megcsinálom. Csak menj és köszönj el. Utánuk mentek? Ez a munka. Megígérted, hogy abba hagyod. Abba fogom. Mindig ezt hajtogatod. Hamarosan Hank lesz az új sheriff. Én meg csak Matt Austin leszek a farmer. Ígérem. Gyere vissza, kérlek. Hé, fiam! Megvan még a jelvényed? Jól van. Vigyázz anyádra. Mikor visszajövök, elmeséled, hogy ment. Rendben. Légy jó, fiú. Jól van. Elnök. Menjünk.
Ez a tűz még csak pár órája hűlt ki. Vagyis Tate és Hogan még úton vannak. Miért jönnének vissza ide? Miért nem menekülnek Mexikóba? Kétszer csuktad le őket 6 év alatt. Gondolhatják, hogy a sarkukban leszel, ha meghallod, hogy elszöktek. Mi az? Értem, jöttek. Lam-lam, hogy mint hölgyem? Hol van a férje? Kint a tehenekkel. Mindjárt megjön. Mit akarnak? Nos, elintézni valunk van a férjével. Nem hinném, hogy épp most tehenészne. Hol van? Jacob. Szerintem hazudik. Tudja, mit teszek, ha hazudnak nekem? Csúfságokat. Nem szeretem, ha hazudnak nekem, szóval hol nem van? Nem hazudok. Vigyenek el bármit, bármit, amit akarnak, csak ne bántsák a fiamat! Mondja meg, hol van. Gail! Ne mondd, hogy Tate és Hogan után eredsz. A sheriff, akit én ismerek, nem öletné meg magát a bosszúért. Többé nem én vagyok a sheriff. Azt sem tudod, hol keresd őket. Ascarosban kezdem. Adj pár órát, Ascaroshoz 2 napi lovaglásra van. Tate-nek és Hogannek már így is 1 nap előnye van. Menj vissza Parkfieldbe, Hank. Vigyázz a családodra. Eddie, kérlek, nem kell nekünk több baj. Már megtörtént a baj. Gyerünk, Samuel, hol késlekedsz, fiam? Eddie, ővi a félváros. Épeszű ember nem száll vele szembe. Még jó, hogy nem vagyok épeszű. Billy, szállj le a szekérről. Nem viszed magaddal a fiamat. Anya, csak segítek. Eddie, a bátyám vagy és szeretlek, de ez ostobaság. Lamar Hornnak egy ok is elég, hogy utánunk jöjjön. Ne add meg neki. Te pedig figyelj ide, ha hozzád beszélek, majd máskor megyünk be a városba. Hallgass anyádra. Nem én kezdtem. Gyerünk, nyomás! Yeah! Yeah! Crockett, Kalifornia. Jó, köszönjük! Jó, köszönjük!
Egy viszkit kérek, és hagyja itt az üveget. Igen, uram, tessék. Köszönöm. Kérem. Van hely az asztalnál, Mr. Regirán. Örömmel. Ha beszélni akar, javaslom, tegye meg most. Lamar Horn mindenről tud Crockettben. Lefogadná, már tudja, hogy itt van. Tudom, hogy nem régóta él itt, Mr. Vaughn. De szerintem tudja, miféle gondokkal küzd a családom. Mindenki tud róla, Eddie. Mit fog tenni? Felbérelnék néhány embert. Elkergették a nyájamat. Megrongálták a birtokom. Napi $1 fizetek a munkáért. Ez sokkal több annál, mint amit napszámos munkáért kapnának. Eduardo? Horn? Nem akar gondot okozni Mr. Hornnak, ugye, Eddie? Nem törvényellenes megvédeni az otthonomat. De az nem teljesen a maga otthona. A családom azon a birtokon élt, 90 éven át. Mikor még Kalifornia Mexikó volt. De már nem Mexikó többé. És sajnálattal közlöm, hogy a törvény már nem vonatkozik a távoli nyugatra, én kérvényeztem azt a földet. Így a jövő hónapban, amikor jön az adóellenőr, a birtok papírjai már az én kezemben lesznek. Igen. Ha elkerget innen. De én meg a húgom. Nem megyünk el. Tegyen egy szívességet, Eddie. Szálljon időt arra, hogy tisztességes jövőt biztosít a családjának. Az ajánlatom áll. Dolgozhatna nekem, eltartatná a húgát és az ő fiát. Azt hiszi, bármit megkaphat. Mi? Nem adom a farmomat. $1 annak, bárkinek, aki mellém áll. Hagyj minket, öreg. Megőrültél. El fog ez menni. Gondolkodjon. Éppen indulnék, sheriff. Nekünk még dolgunk van. Nekem nincs dolgom magával, legfeljebb Hornnal. Tudja, ami a városban van, az én dolgom. Nem tűröm jól, ha valaki errefelé bajt kever. Akkor beszéljen Hornnal, ne velem. Ez az én városom. Hé! Eresszen, fiam! Eresszen! Rád egy darabban lesz szükség otthon, értetted? Most nem mozdítsd a fejed. Maradj így, teszek rá egy kis jódot. Csináld, csináld. Az ostoba, aki miatt álmatlan éjszakáim vannak. Nem adhatjuk fel, Amaya. Ez a földünk, az otthonunk. Hornnak nincs joga elvenni tőlünk. A város háta mögött kérvényezi az összes földet, utána meg már csak akkor szól az adó ellenőrről, amikor már túl késő. Nem mondom, hogy tévedsz, Eddie. Csak nem tudom, mit tehetnénk ezért. Meg is ölhettek volna. Fogd ezt oda.
Nos, majd legközelebb pisztolyt is viszek. Legközelebb? Felpakolsz a nagy leszámolásra? Segítség kell, most! Segítség, lásd már be, mi ketten vagyunk, nem jön senki. Van, aki segítene, csak mind félnek Horntól. Igazuk van. Itt senki sem teszi kockára az életét vagy a családját értünk. Nem kérhetünk ilyet. Várj csak, figyelj! Van még 4 hetünk, míg jön az adóellenőr. Csak addig kell kitartanunk. Ki fogom találni, hogyan tartsuk meg a földet? Kérlek, most az egyszer hallgass rám. Ágyban kell maradnod, amíg fel nem épülsz. Nem, most nem megy. Tegnap szép kis verést kaptál. Mégis hová mész? Ez üzlet, nem a te dolgod. Nagyon is az én dolgom. Edi bácsi, megpakoltam a nyeregtáskát. Köszönöm, Billy. Köszönöm. Felbérelek pár segítőt. Hát akkor én képzelődöm, csak mert úgy hallom, Crackedben senki sem vállalná el. Ezért megyek most Asquerosba. Elment az eszed? Nem emlékszel, miket mesélt régen apa arról a helyről? Csak részegek és bűnözők lakják. Pontosan olyan emberek, akik képesek lennének szembeszállni a Hornfilékkel. Nézd, csak pár napig leszek távol. Segítséggel jövök vissza. Edi, nem hagyhatsz egyedül. Ha Mr. Horn megtudja, hogy elhagytad a megyét, idejön egy rakás fegyveressel. Napnyugtára utcára kerülünk. Ha elmész, kivéd meg minket. Ha nem megyek, nem lesz mit megvédeni. Amúgy meg nem kell tudni, amire készülök. Ha kérdezi, kint vagyok a csordával. Samuel! Igen, uram. Vigyázz rájuk, míg megjövök. Igenis. Mr. Aguilar, készen áll a lova. El fogom intézni. ¿Qué pasó? Hermanos, estoy buscando unos pistoleros para que vengan a trabajar para mí. No, no, no. Vámonos. ¡Ótimo! ¡Vámonos! Viszkit. Mi az, amit keres, fiam? Pókerjátszmát? Szép lányokat? Bármit is, itt megvan. Felbérelnék pár testőrt. Gondoltam, ez jó kiinduló pont. Nézze meg őket. Ők megfizethetők. Ó, ugyan tét, ne állj a kutya is a csontja közé. Ő velem van. Aha, jól van. Még viszkit? Csak hagyja az üveget is, adjon még 2 poharat, rendben. Uraim! Szép napot, Amaya! Mr. Horn, mit tehetnék önért? Csodás ez a délután, nem igaz? Gondolom, nem ezt akarja megvitatni. Igazából nem. Elmondanám az utolsó ajánlatom. Ön és a fivére elhagyják a birtokot, én pedig rendes munkát biztosítok maguknak. Ez nem fordulhat elő. A fivérétől ezt a választ vártam volna, de őszintén, Amaya, magának lehetne több józanesze. Józanészre val, ha harc nélkül meghátrálok? Mégis mit vár, hogy feltart még néhány hétig? Nos, ez egyszerű megoldás lenne, ha az adóellenőr eljön és meglátja, hogy nem az öné a farm, nem tud elkergetni minket. Kedveltem a férjét. Ő is tisztelte magát. Kár, hogy fiatalon elment. Itt hagyta magát, hogy egyedül nevelje a fiát. Gondolja át, amit mondtam. Mindenki jól járna vele.
Nem sokára találkozunk. Nos, mit gondolnak? Nem visszük vásárra a bőrünket napi $1. Jól van, mit szólnak? Mit szólnak $2? Fejenként 2? Igen. Van ennyi pénz? Persze. Azt mondom, megtalálta az embereit. Ígyunk. A földem védelmére és a gonosz vesztére. Mit adhatok? Viszkit. Így van, Tét! Bejön ide, szétveri az ivómat, lelő egy ártatlan embert. Mi az ördög történt? Ártatlan embert? Ezt hitni? Ő nem a kemény fiúkkal jött. Csak egy kis segítséget. Hozzon egy rongyot. Akar vásárolni. Ne mozduljon, nagyon csúnyán vérzik. Te magát, nem igaz? Én nem magáért jöttem. Amaya, kérem, mondja meg neki. Elveszi a birtokot, ha nem állítom meg. Uram, még a nevét sem tudom. Edi Aguilar. Krakettből. Krakettből? Megölik a húgomat, és elveszik a földemet. Meg kell ígérnie, hogy ez nem történik meg. Ígérje meg. Ígérem. Anya? Igen? Szerinted megtarthatjuk a farmot? Nem tudom, Billy. Edi bácsi megoldja. Én tudom. Thank you.
Maga lenne Amaya? Hazahozta Edit. Igen, hölgyem, haza. Tudtam, hogy ez fog történni. Mondtam neki, hogy ne menjen Ascaroshozba. Ha szabad megkérdeznem, hölgyem, mit keresett egy tisztességes férfi abban a városban? Gond van a birtokkal. Úgy hitte, hogy néhány fegyver ezt megoldaná? Én mondtam, hogy őrültség. Megkérdezhetem, hogy történt? Lelőttem. Baleset volt, nem kellett volna megtörténnie. Én is pár fegyverest kerestem. Nem munkára, hanem kiegyenlítésre. Úgy tűnik, megtaláltuk őket. Eltemetném tisztességesen, ha megengedi. Billy, kísérd be Mr. Austint a házba, hogy mosakodhasson vacsora előtt. Azt hiszem, nagyon türelmes ember voltam, sheriff. Én fele ilyen kedvesse lettem volna. A türelmem elfogyott. Milyen gyorsan tudja összeszedni az embereit? Estére készen állnak. Tökéletes. Szóval, csak te és a mamád laktok itt? Hol van az apád? Az apám régen meghalt, még mikor kicsi voltam. Azóta Edi bácsi gondoskodik rólunk. Most, hogy ő elment, nincs, ami megállítsa Hornt, hogy elkergessen minket. Ki ez a Horn, akiről mindenki beszél? Edi bácsi szerint gonosz ember. Egy nagy házban lakik a Vidószillen. Próbálja felvásárolni Crackett minden részét. Miből gondolja, hogy megszerezheti ezt a birtokot? A családunk 90 éve jött ide. Letelepedtek. Akkor még Mexikó része volt, így nem kellettek papírok. Crackettben mindenki nagyon fél Mr. Horntól. Edi bácsi olyan embert keresett, aki elég gonosz ahhoz, hogy ne féljen. Ő csak azért ment el, hogy segítséget hozzon. Anya! Billy, ide hallgass, maradj bent, és ne menj közel az ablakokhoz, érted? De anya! Rám hallgatsz, és bent maradsz! Mindjárt jövök, csak körülnézek.
Vagy van! Hogy jöjjön! Köszön! Herman! Jaj, ne! Asszonyom! Ismeri őt? Ő Mr. Barnes. Ővé a szomszédos farm. Azt hittem mindent az irányítás alatt. Így van, de volt velük egy fegyveres idegen. Hogy? Felbérelt egy testőrt? Nem tudom, de jól célzott, jobban, mint az embereim. Kilőtte Cassie Barnes-t a nyergéből, még nem is szóltam a nejének. Neki látott már csapatot szervezni, nem akarok még több időt adni Eddie-nek. Eddie nem is volt ott az este, legalábbis senki se látta. Biztos ő is emberek együtt. Mit mondtam az ellenfél lebecsüléséről, sheriff? Szedjen össze nekem pár embert, olyanokat, akik lőni is tudnak. Már ez a három is nehezen ment. Az este után a városiak nem fognak segíteni. Ide hallgasson. Legalább annyira benne van, mint én. Nem fogja megkapni a birtokát, ha nem kapom meg a vizem. Egy rakás másik város van a közelben. Menjen és gyűjtsön csapatot! Meghalhattunk volna. Megöltek volna minket, ha nincs itt Mr. Austin. Herman nem menekült meg. De mi igen. Horn emberei rohantak, mintha megégtek volna. Visszajönnek, mihelyst Austin elment. El fog menni. Ne légy bolond. Nincs oka tovább maradni. Nézd. Lefogadom, hogy éppen indulni készül. Samuel azt mondja, hogy elmegy. Ezt mondja Samuel. Nincs oka, hogy itt maradjon. Te mit mondasz? Hogy segítenie kell. Sok a munka errefelé, és nem tudunk egyedül boldogulni. Ó. Horn emberei félnek magától. Tőlünk azonban nem. Fizetni is tudunk. Nincs szükségem pénzre. Ez azt jelenti, hogy marad? Maradok még pár napot. Segítek itt talpra állni. De aztán mennem kell. Nekem is van dolgom. Szóval, mi is a problémánk? Nos, kiküldtem a sheriffet az Aguilar farmra, hogy tárgyaljon a nevemben. Láthatólag Eddie nem volt ott. Azonban ott volt Amaya Spencer és az ő fia, meg valami fegyveres alak, akit Eddie bérelhetett fel. Beszélek vele, és kiderítem, ki volt az. Maga igaz barát prédikátor. Köszönöm, uram. Jól van, Lamar. Az a prédikátor? Ó! Jó reggelt, uram. Jó reggelt, Mrs. Spencer. Billy? Ő itt Matt Austin. Ki segít minket a farmon néhány napig? Még nem láttam magát errefelé. Mit tehetek önért, uram? Hallottam a múltkori támadásról. Aggódom az épségéért, Mrs. Spencer. Mr. Austin nem a tegnapiakkal érkezett. Sheriff voltam.
Nem rohantam le senki házát éjjel, és nem takartam el az arcomat, mint azok a gyáva kutyák. Nem tudom, miről beszél. Az urat szolgálja, prédikátor? Vagy Mr. Hornnak dolgozik? Horn a barátom, de most magamtól jöttem ide. Nem akarom, hogy még nagyobb bajba keveredjenek. Talán leülhetnénk Mr. Aguilarral kitalálni, mi legyen. Eddie bácsi meghalt. Őszinte részétem, Mrs. Spencer. Menjen vissza, és mondja meg Mr. Hornnak, hogy kap egy esélyt, látni akarom. Nem kellett volna így beszélnie vele. A prédikátor jó ember, mindenki ezt mondja. Csak segíteni próbált. Ez a vesztüket is okozhatja. Nem tudhatja, hogy visszamegy Hornhoz. Mit gondol, ki küldhette őt ide? A vacsora elkészült. A kerítés még mindig sérült. Kell pár nap, míg rendbe hozom. Szóval Eddie talált magának egy sheriffet. Megtudta a nevét? Matt Austin és Lamar. Eddie halott a fiú szerint. Mrs. Spencer sem tagadta. Ez a szegény asszony. Elment a férje és a bátyja is 2 év alatt. Megvádolták magát a sheriffes incidens kapcsán. Azt mondják, Montero emberei áruhában támadtak, megölték a napszámost, és az éjszaka közepén bukkantak fel. Prédikátor, ugye nem hiszi, hogy a sheriffnek köze lehet ehhez? Tudom, hogy bízik a családban, de nyilvánvaló, hogy bármit kitalálnak. Austin látni akarja magát. Nos, akkor meg kellene beszélni egy találkozót. Nem kéne itt hagynom magát. Csak néhány óráról van szó. Samuel megvéd. Attól nem, ha Horn emberei majd lerohanják ezt a helyet. Akkor is fontos, hogy beszéljen Hornnal. Talán hathat rá. Mr. Austin! Hová megy? Vacsorára megjövök. Ígéri? Igen. Elnézést, uraim! Mit tehetnék önért? Embereket keresek, akik eljönnének velem Crockettba. Gondok vannak a városban. Talán érdekelni önöket, megfizetem. Nem, köszönöm. Nem, engem sem érdekel. Nem? Gondolják meg. Szép napot. Hallom, felbérelne pár fickót. Talán. Mennyi pénzért? Sok pénzért, ha nem fél bekoszolni a kezét. Akkor maga engem keres. Már vártam magára. Jöjjön be! Üljön le. Megkínálhatom egy itallal? Nem, köszönöm. Kevés dolog van az életben, ami jobb egy pohár konyaknál. Nem azért hívott ide, hogy a konyakról beszéljünk. Maga eszes ember. Ez nem hátrány, ha az ember sheriff. Hol dolgozott? Parkfieldben, ugye? Nos, lássuk, mit mondott nekem a kollégám.
Így van. 3 éve Vekóban, és utána Kilgorban. Nos, maga jól informált, elismerem. Hát a távíró. Egy elképesztő találmány. Régen hetekbe telt, mire a levél oda-vissza megjárta, most csupán pár perc. Mint tudja, a serifi munka Crackettben már foglalt, azonban hasznát tudnám venni a képességeinek. Láttam az embereit. Nem érdekel. Amaya Spencer egy gyönyörű asszony. Magára vetette szép szemét, zagyvált valamit a birtoka ellopásáról, maga meg egyből elhiszi, hogy igazat mond. Uram, ha ön tényleg a legjobbat akarja a völgy lakóinak, hagyja békén azt a családot. Miért nem mondta, hogy sheriff volt? Változtatott volna bármin is? Nem, talán nem. Egy csomó kérdést feltehettem volna. Beszélt Hornal? Igen. Gondolom, mondott egymást a családomról. A drága ruhák és a nagyház biztos az ő igazát erősítették. Utána nézhet bárminek, én megértem. Nem, én ki tudom szúrni, hogyha valaki blöfföl, akár a pókerben. Miért hagyta ott a munkáját? Sok helyen dolgoztam sheriffként. A nejem... Úgy gondoltuk, veszünk egy farmot és felneveljük a fiunkat valahol. Végül nem így történt. Jól van. Nem mondta el a nevét. Ahogy mondja. A farmer munka jól fizet, igaz, Bill? Igen. Majd meglátjuk, mennyit fizetnének egy véka friss eperért. Persze, itt logikai problémákba ütközünk. A terméshez víz kell. Mondja meg Amayának, hogy sajnálom Edit. Már mindenki tudja? Ez egy kisváros. Horn emberei elárulták, hogy Edi felbérelt pár fegyverest. Mivel itt mindenki Hornt isteníti, nem csoda, hogy Edi máshoz fordult segítségért. De én azt nem értem, hogy miért kell nekik ennyire az Aguilar birtok. Nos, van egy forrás a birtok végén. Folyékony aranya, hogy Horn hívja. Narancsligetet akar teremteni Crackettből. Mi oka van erre? Attól függ, ki kérdez. A földet szabályosan birtokolják, mert csak az kaphatott birtokot, aki Kalifornia állammá válása előtt telepedett le. Ezt a kormány is jóvá hagyta. Tehát annyira félnek a mumustól, hogy senki nem akart segíteni Edinek. Emberek! Árulják el, hogy mikor az első vonatkocsi tele gyümölcsel begurult a vasútállomásra. Miért vártok rá olyan sokan? Ha szembe akarsz állni vele, maga lesz az új áldozat. Biztos van, aki nem fél. Ott van Lars Andersen. Horn tavaly dobatta ki a birtokáról. Hol találom meg? Várjon naplementéig az ivóban. Mostanság napszámosként dolgozik. Nem mondta, hogy közel van a város. Nem mondtam. Mr. Andersen. Ismerem magát. Nem hinném. Lars Andersen. Örvendek. Jöjjön, meghívom egy italra. Kösz, de most nem. Matt Austin vagyok, beszélnünk kell. Matt Austin? Ezt komolyan mondja?
Ezt meg hogy érti? Hallott már rólam? Épp ma délután. Jöjjön. Ígyunk valamit, megbeszéljük. Nem kedvelem az ivókat, beszéljünk inkább itt. Nos, én mindig is a városban dolgoztam. Az a család most pont azon megy át, amin én mentem át egy évvel ezelőtt. A sheriff helyettes ma is ott járt, hogy elijessze őket. Engem azonban nem vett észre. Mit csinált maga ott? Figyeltem. Néha a tudás többet ér a pénznél. Amúgy meg azt beszélik, Horn nem számolt magával. Férfinak hiszik magukat, mert lovagolnak, fáklyákat lóbálnak, lövöldöznek és megijesztenek egy nőt meg a fiát. Tudom én. Horn elkergetett engem. Mi kellett neki a birtokáról? Kölcsön kértem. 2 éve rossz termésem volt. Megesküdtem, hogy kifizettem. Csak azt várom, hogy mikor lázad fel ellene a város, hogy én húzhassa meg elsőnek a ravaszt. Mr. Anderson, most lehetősége lesz rá. Are you looking for me, Mr. Vaughn? Yes, I am, Preacher. I think we've got some trouble in our town. I'm concerned about the Aguilar family and this whole business with Lamar Horn. We've got to do something before somebody gets killed. Well, isn't that a matter for the law? No, I don't think so. I think it's time for a higher power to intervene. Good day, Preacher. Rájöttem egy smásra. Főztem friss kávét, kér? Azt hiszem, igen. Mit derített ki? Sok idő eltelt, mióta bárki is szembeszállt Lamar Hornnal. Ott van Eddie, Mr. Austin. Bele is halt szegény. Tudom, hogy fél. De van, ami megéri a harcot. Van valami terve? Készüljön fel. Védekezünk. A földhivataltól 3 héten belül megkapják a papírokat. Az sem kevés idő. Én ennyit tehetek. Hol talál majd segítséget? A városban mindenki vagy fél Mr. Horntól, vagy azt hiszi, ő a messiás. Van néhány ötletem. Amaya, ez a föld a családja birtoka volt. A véreié. Addig nem lesz Horné. Amíg ketten itt vannak, meg kell értenie. Amíg ez meg nem oldódik, maga és Billy nem hagyhatja el a birtokot. Uram? Nem hittem volna, hogy még ma ide érnek. Nem bírom a távollétet. Főleg mióta hallottam, hogy Eddie 2 férfit akart felbérelni Askeroshozban. Tudtam, hogy bolond, mikor belépett az ivóba. Igen, megölette magát egy verekedésben. Ez rég történt. Most úgy tűnik, nem maga az egyetlen sheriff Crockettben. Az a kemény fiú, az Aguilar farmon, ő is a törvényember. Austinnak hívják. Egy lelkiismeretes hős Parkfieldban és pár városkában. Tudnának kezelni egy ilyen fickót? Vigye a szállóba őket, kapjanak szobát. Reggel majd beszélünk. Captain! Mr. Anderson, jó reggelt. Prédikátor, miért kelt fel ilyen korán? Magát kerestem, tudom, hogy ilyenkor McKenzie jég felé tart. Reggeli előtt fejem meg a teheneket. Reméltem, beszélgethetünk. Úgy hiszem, épp azt csináljuk. De ha sétál velem, akkor cseveghetünk. Nem, legyen.
Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, Mr. Austin. Anya látta, hogy meglasszózott egy szökött jószágot első dobásra. Reggeli után meg tud rá tanítani? Talán majd máskor. Ma reggel dolgom van. Miféle dolga? Beszélnem kell néhány emberrel. Nem kell senkit toborozni a Mr. Austin. Elvégre Mr. Aguilar rám hagyta a vezető posztot. Ebben biztos vagyok. Fegyveresekre gondolt, nem, de Mr. Austin? Már van elég fegyver ebben a házban. Ugye nem akar minket is belevonni? Bízom benne, hogy élvezte a tegnap esti ellátást. Ja, ez a szálló pompás, igazán remek. Maga építette? Ami azt illeti, igen. Jó tudni, hogy meg tud fizetni. A pénzben. Megegyeztünk, de még mindig nem tudom, mit kell tennem. Szólunk, ha maga is kell. Ha már így mondja, megtehetne nekem valamit. Lovagoljon le az Aguilar farmra, és nézzen körül, de semmi felhajtás, ne vegyék észre. Mit kell keressek? A sheriffről tudok. Tudja meg, hogy nem várja más meglepetés ránk. Jó reggelt, Mr. Vaughn. Jó korán felkelt, Mr. Austin. Lars Andersent keresem. Meg sem kérdeztem tőle, hol dolgozik. Fel fogja bérelni, nem igaz? Hmm. A McKenzie farmon dolgozik. A várostól egy mérföldre nyugatra megtalálja. Egy tábla áll a birtokok bejáratánál. Köszönöm. Uram, eltévedt? Nem, tudom én, hol vagyok. Maga Horn embere. Jobb, ha most hazamegy. Nem félek magától. Maga az Aguilar napszámos. És ha igen? Azt hittem barátságosabb. Üljön lóra és távozzon, mielőtt kényszerítem. Valóban? Jól van. Már megyek is. Ha még egyszer ide csap, azt rosszul venném, úgyhogy nyugodjon csak meg, jó? Mit csinálsz, fiú? Most leteszem a botot, jó? Ez így nem helyes. Maga fizet még mások bűne helyett. A törvény emberéről beszélek. Matt Austinról, a sheriffről jobban ismerem, mint maga. Kérdezze meg csak tőle, honnan ismeri ő Eddie Aguilart? Miért utazna a sheriff 100 mérföldet, hogy ide jöjjön? Gondolkodjon.
Kíváncsi voltam, mikor látom újra. Miért? Várt rám? Kevés az olyan, aki elég mérges Mr. Hornra ahhoz, hogy merje bizonyítani az igazát. Hány embere van? Én, meg a napszámos. Legutóbb elég volt ennyi. Vagyis közel sem elég. Ha először elbukott, másodjára nem fog. Ide segítség kell. Ha megfizeti a béremet, hajlandó vagyok segíteni. Csak így itt hagyná a munkáját. A prédikátor reggel eljött, és azt mondta, segítsek magának. Segítsek az elnyűlt lelkemnek. Ha vigyáznál a boltra, Riley, értékelném. Egy órát leszek távol. Ebédel indul, Mr. Volk? Ahogy mondja. Bánnám, ha elkísérném? Igen, bánnám. Tudja, mindig jó volt a magához, Volk. Segítettem beilleszkedni, amikor idejött. Előkelő helyet kapott a boltjához. Amivel jobban járt, mint én. A városnak kell az ellátás. A boltommal csak jól járt Mr. Horn. Igaza van, és szeretném, ha ez az üzlet továbbra is virágozna. De nem szeretek olyannal dolgozni, akiben nem bízhatok. Mr. Austin? Mr. Vaughn. Mrs. Spencer? Nem akartam megzavarni az étkezést, de felajánlom a szolgálataimat. Hogy micsoda? Hallottam Casey Barnes haláláról, és nem igazán hiszek abban, amit mondanak róla. Gondoltam, jól jönne egy kis segítség, ha legközelebb Horn emberei rajta ütnek a házon. Köszönöm, igazán hálásak lennénk. Kérem, üljön le, és vacsorázzon velünk. Billy, kérlek, hozz még egy tányért Mr. Vonnak. Amaya! Eltört a lábam. Horn emberei voltak? Csak egy. Sosem láttam azelőtt. Ez gonoszabb volt. Azt mondta, ismeri magát. Vigyük be a házba. Billy, vidd a szekeret a karámba. Majd én segítek. Mr. Vaughn magukkal marad a házban ma estére. Ne aggódjon értünk, meg leszünk mi a házban magunkban is este. Így jó, vagy túlszoros? Jó lesz. Lars-t elszállásoltam a hálószobában. Annyi mindent tett már értünk, Mr. Austin, nem is tudom megköszönni. Maga egy igazi hős, nem de Mr. Austin? Samuel! Horn embere szerint vértapad a kezéhez, igaz ez? Beszélt Eddie-ről. Maga lőtte le, igaz? Ezért érezte úgy, hogy vissza kell hoznia. Mesélt a csinos húgáról is, aki özvegyként él a farmon. Samuel, elég volt! Lelőtte Mr. Aguilart. Tudok róla. Tudta? Azt mondta, hogy mindenről tud. Megoldom majd. Nekem nem így tűnik. Hagyta, hogy Austin meggyőzze Mr. Andersent. Isten tudja, mi folyik ott. Lehet, hogy erődöt építenek a birtokomon. Az én földemen! Austin annyi ember gyűjt, amennyit csak akar. Miatta kellene aggódnunk. Mellesleg túl erőben vagyunk. Ha érdekel a véleménye, majd szólok! Vessen véget az egésznek. Azt akarom, hogy 24 órán belül kiürüljön a birtok. Megértette?
Anya üzeni, hogy kész a reggeli. Hol van Mr. Vaughn? Nem Samuel-lel őrködik? Nem. Köszönet a nagy lelkű adományért. Semmiség, uram. Mindig öröm látni magát. Lamar Horn! Mikor áll le az ártatlanok kínzásával? Bocsánat. Elnézést kérek. Fogalmam sincs, miről beszél Mr. Vaughn. De ez aligha megfelelő hely és idő. Ennek a megvitatásához miért nem jön el holnap délután? Zivarozgathatnánk. Ne fordítson nekem hátat. Óriási hibát követel. Miért mit fog tenni? Felégeti az üzletemet? Vagy péppé vered a csatlósaival? Itt már nem Crockett érdekeiről van szó. Úgy hiszem, Crockett polgárai egyetértenek abban, hogy én becsületes és bőkezű tagja vagyok a közösségüknek. A lelkemet is kiteszem értük. Samuel megbocsát majd. Csak kell neki egy kis idő. Mr. Austin, nem vagyunk tökéletesek. Nem mindig döntünk helyesen, pedig nem lenne nehéz. Mr. Vaughn mesélt a nehéről és a fiáról. Jól mondja. Én is hibáztam. Megfizettem. Most, hogy itt vagyok, megpróbálom helyrehozni. Nem megyek el, amíg nem sikerül. Jól van. Próbálja megtámasztani vállal. Így, látja? Aztán nézem bele egyenesen, majd hajoljon bele egy kicsit. Így nem rúg akkor át. Rendben? Rendben. Jól van. Itt fent. Mm-hmm. Jó. Semmi baj. Próbálja. Így jobb. Tanítsa meg nekem is. Igazán szép lövés. Nagyon jól csinálja. Jobban megy. Aggaszt valami, fiam? Nem akarok gyáván az ágy alatt bujkálni. Segítenék. Segítesz is? Amíg kint leszünk, kell valaki idebent. Aki figyel a puskákra, újra tölt. Tényleg segíthetek? Olyan sokat segítesz, hogy nem tehetek mást.
mint hogy kinevezlek téged. Komolyan? Köszönöm, Mr. Austin. Erre, hozzá! Mindjárt vissza! Jó, mindjárt kész leszek. Elszakadt a kötés. Ölje meg ma este a sheriffet. Ne aggódjon ezért, elintézem én. Mehetünk? Azt hittem, az enyém lesz a sheriff. Pár napja megkapta volna. De most már nem hiszem. Halkan közelítünk? Nem. Hallják csak, hogy jövünk. Nyomás, fiúk! Hová viszi a lovakat? Gondoltam, legyenek a pajtában. És mi van, ha felgyújtják? Bölcs dolog ez így? Attól félek, hogy megvadulnak. Csak adjon egy percet. Ezt keresi? Szörnyen. Hasogat a fejem. Ez az egyetlen gyógyír. Pontosan. Józanul kell nekünk. Kérem, ne öntse ki. Csak ennyim van. Nem, emiatt ne aggódjon. Ha ennek vége, mindenkire ráfér majd a lazítás. Az ideje és a türelmem elfogyott. Nem tárgyalni jöttem. Azt akarom, hogy eltűnjön innen a családjával. Úgy tűnik, nincs itt senki. Ó, itt van. Én mondom, itt van. Adok még egy esélyt. Nem akarok senkit bántani. Az embereimmel hagyjuk magukat összepakolni és békében távozni. Én csak jót akarok Rackett lakóinak. Ez a birtok és vele a víz is jogosan őket illeti. Amaya, maga rendes asszony! Szerető anya! És tudom, hogy a szíve legmélyén tudja, mi a helyes. Így azt kérem a fiáért és Rackett lakóért, hogy tegye azt, ami helyes. Amaya, megígérem, senkit nem bántunk. Becsület szavamra! Megígérem! Lamar Horn! Magának nincs becsülete! Nem kapja meg a birtokot, amíg én itt vagyok! Az egyetlen hang, amit hallani fog, a puskám dördülése! Tartsatok ki! Oda mögöttek! Pusson ki! Ott mögötted! Oh!
a fa mögött! Tűnés innen! Tűnés a farmról, mindenki! Nyomás, fiú! Amaya! Austin! Dobja el a puskát! Tét! Eressze el a fiút! Mi a fenét csinál a kölyökkel? Le a puskával, sheriff! Tegye a földre! Engedje el! Le a puskákkal! Hallotta, le a puskával! Dobj el a puskát! Nem hallgatok magára többet. Sétálj csak, fiú. Ez nem a vízről szól, hanem a vérről, köztem, meg a sheriff között. Maga kezdte, mikor megölte a bátyámat. Elvette a családomat. Igen, el. És még nem végeztem. Egyenesen, fiú. Ez csak ránk tartozik, Tét. Eressze el a fiút. Miért nem jön közelebb és adja át a fegyvereit, amivel megölte a bátyámat? Használnám. Csak lassan. Másik kézzel. Gyerünk! Cserélni akar a fiúval? Jól látom. Samuel, mintha a bátyja lett volna. Először Eddie, Herman, majd Samuel. Nem tudom, hogy fogja túltenni magát ezen. Ehhez idő kell. Könnyebb lesz. Bár nem tudhatom. Most visszamegy Parkfieldbe. A városnak biztos hiányzik a sheriff. A jelvény túl nehéz már. Igazából mindig is az volt. Akkor hová megy? Már azt sem tudom, kell-e bárhol. Lehet, hogy itt marad? Sok itt a munka. A farmon. És magától nem oldódik meg semmi. Valóban nem.
Beletelik egy kis időbe. Magyar hangok. Vicián Ottó, Papp Katalin, Rosta Sándor, Albert Gábor, Barabáski Zoltán, Vári Attila, Koroknai Géza, Megyeri János, Tokai Csaba, Koncz István, Kardos Bence, Bácskai János, Kisfalusi Lehel, Vágó Bernadett. Magyar szöveg Borsos Dávid. Hangmérnök és vágó Hegyesi Ákos. Gyártásvezető Czobor Éva. Szinkronrendező Ambrus Zsuzsa. A magyar változat az SPA International megbízásából a Laborfilm szinkron stúdióban készült. Produkciós vezető Legény Judit.